Megújult a Pitvarosi Nagyboldogasszony plébánia, pályázati támogatással új homlokzat és tetőtéri hőszigetelést kapott. Kicserélték a nyílászárókat és előtetőt is készítettek az épületre. Szeretnének koncerteket is rendezni és kulturális értéket közvetítő kiállításokat, eseményeket is terveznek a megújult épületbe. Az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával újítottuk fel a templomunkat 8 millió forintos keretből, és hát olyan körülbelül másfél hónapig tartottak a munkálatok. Ebben azért elég sok minden benne volt, a padlás szigetelésétől, az oldalfalat, tehát a homlokzatok szigeteléséig, ablak, nyilászárók cseréjéig, javításáig, a külső festésig, homlokzati teljes felújításig, tehát elég sok minden belefért, illetve ez az előtető, amit itt látunk a templom elején, eredetileg nem ilyen formában létezett, hanem simán lapos tetős volt, és ehelyett egy ilyen cseréfedéses tetőt készítettünk, ami talán egy picit jobban kiemeli a templomnak a templom jellegét, és nem veszik annyira bele itt a környezetbe, mert ugye a templomunk nem a főút mellett, ahogy általában a templomok szoktak állni, hanem egy mellékutcában van, ezért ez szükséges az, hogy egy kicsit jobban kiemelkedjen a környezetből. A templom nem csak szebb, hanem gazdaságosabban is fűthető lett a modern hőszigetelő rendszernek köszönhetően, amit a felújításkor kapott. Az épületben eddig is volt egy hőlégbefúvós gázolajos kazán, most a plusz szigeteléssel akár 20 fok is lehet a hőmérséklet a téli miséken. Tehát ilyen speciális szigetelőanyagos szigeteléssel körülbelül 4-5 fokot lehet emelni, tehát most körülbelül 12 fokra tudtuk fűteni a templomunkat, most meg tudjuk majd közelíteni. Hát nem hosszú ideig, egy másfél-két órán keresztül, ameddig tartja a meleget, a 20 fok környékét, de viszont ez téli szertartások tekintetében ugye ami legfeljebb csak másfél óra, tehát még a leghosszabb mondjuk ünnepi szentmise, karácsonyi, vagy bármilyen más ünnepi szentmise is csak egy másfél óra körülbelül, annak a elvégzéséhez bőven elegendő, illetve hát a híveknek a komfortérzetét ez elég erősen növelni fogja. Én úgy gondolom, hogy mindenki megelégedésére azért ez jól fog működni. A templomot 60 évvel ezelőtt építették a falubeliek, amikor a lakosságcsere egyezmény kapcsán felvidéki magyarokat telepítettek Pitvarosra. Maguk adták össze a felépítéshez szükséges anyagok költségeit, és dolgoztak azon, hogy elkészülhessen.